Virágmintás rugdalózóban hanyat feküdt kis Tíme, amikor stábunk bemehetett hozzá. Az új év első paksi babája 4 kg-mal és 59 cm-rel látta meg a napvilágot. Édesanyja múlt héten idézte fel híradónknak a születés emlékeit. Sürgősségi császárral született. Sajnos ez így alakult. Természetes úton terveztem, de közbeszólt az élet. Később született egy picit? Igen, december 25-re volt kiírva, és január 1-én született meg. Még Paks polgármestere is vitt ajándékot az új év első paksi babájának. A babacsomagon kívül azonban további támogatást is igénybe vehet Tíme a édesanyja. Az önkormányzat által nyújtott életkezdési támogatás egy egyszeri 70 ezer forintos összeg. Ez azonban nem csak nekik, hanem minden paksi újszülöttnek szól. Paksváros önkormányzatának külön rendelete van. A rendelet alapján ez egy egyszeri támogatás, amelyet az újszülöttnek a szülője, törvényes képviselője kérelmére ad az önkormányzat. A szülő, a törvényes képviselő a kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal szociális osztályánál nyújthatja be az ügyfélszolgálaton. A kérelemhez több dokumentumot is be kell nyújtani. Be kell mutatni a gyermekszületési anyakönyvi kivonatát, amelyről egy másolatot készítünk. Ugyancsak csatolni kell a kérelemhez a családi pótlékra jogosultságot megállapító határozatnak a másolatát, valamint a már megnyitott start számlának a szerződés másolatát. Hogyha ezeket a mellékleteket végig gondoljuk, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy nem kell ezt rögtön a gyermek születését követő napokon intézni. A kérelem beadására egyébként a támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított 36 hónapon belül nyújthatja be a szülő. Az induló támogatás felhasználásáról, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény rendelkezik, mondta a Humán osztály vezetője. Péterné Ikerivet hozzátette, az életkezdési támogatást minden esetben a szülőknek kell igényelni. A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő törvényes képviselő nyújthatja be, az egyik szülőnek a jelenléte egyébként elég ehhez, személyesen nyújtható be ez a kérelem itt a hivatalnak az ügyfélszolgálati irodáiban. Az életkezdési támogatást a gyermek 3 éves koráig igényelhetik a paksi szülők.